A személyi jövedelemadó bevallási szezonban is kérhető kedvezmény fizetési könnyítésként a NAV-tól. Például az SZIA vagy a szociális hozzájárulási adó teljesítésére a bevallásban igényelhető pótlékmentes részletfizetési lehetőség 12 hónapra, amennyiben az összeg nem haladja meg az 500 ezer forintot. Ha a fizetendő összeg ezt meghaladja, de nem több mint 1 millió forint, akkor évente egyszer 12 hónapra nyújtható be kérelem. Az általános szabályok szerint kérhető halasztás, részletfizetés, mérséklés és elengedés. Aki elektronikus útra kötelezett, neki elektronikusan kell kérni ezt a fizetési kedvezményt. Aki nem kötelezett elektronikus útra, az választhatja magát az elektronikus utat, de papír alapon is be tudja adni ezt a kérelmet, akár egy levélformában, de célszerű a hivatal honlapján található adatlap segítségével benyújtani. A fizetési kedvezményre irányuló kérelem egyébként illetékmentes. Azonban csak azok az adózók kaphatnak ilyen könnyítést, akik valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból nem tudják határidőre megfizetni kötelezettségüket. A mérséklés és az elengedés feltétele a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége, a részletfizetés és halasztás engedélyezésének feltétele pedig az átmeneti fizetési nehézség fennállása. Ami nagyon fontos az, hogy ezeket a kérelmeket nagyon pontosan ki kell tölteni, és az indokokat alá kell támasztani különböző dokumentumokkal, nyilatkozatokkal. Abban az esetben, hogyha nem teljes körű a kérelem, akkor felszólítják az adózót hiánypótlásra. Amennyiben az adózó erre a hiánypótlásra nem reagál, akkor az eljárást meg kell szüntetni. Az adózóknak bármikor lehetőségük van előtörlesztésre, hogy a futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat. Azonban nem vagy nem pontos fizetés esetén a kedvezmény érvényét veszíti, és a fennmaradó tartozást egy összegben kell megfizetni.